Sziasztok, pár perc alatt a világ körül. Még Welcome, mindig Bagdad. Bagdad! Mindig Bagdad. Tehát még mindig itt vagyunk, mert olyan sok látnivaló van, és most minket a külügyminisztérium egyik dolgozója kísérget minket napok óta. És illetve, meglepő helyekre jutunk el. Mint például ez a gyermekotthon is, ami úgy indult, hogy a háború után rengeteg gyerek szülő nélkül maradt. Hát árván maradt. Igen. És itt volt egy ember, akit meg tudok mutatni ezen a képen. Hussam Al-Tahini. Ez az ember, aki úgy gondolta, itt volt egy pici kis háza, és összeszedte a gyerekeket az utcáról, és etette őket, fürdette, mint apjaként tekintett rájuk, és összeszedett 33 gyereket. Ennek híre ment Dubajba, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ezt meghallotta, és elhívta ezt az embert Dubajba, és adott neki először 1 millió dirhamot, most olyan 105 millió forintnak megfelelő pénzt, és ez az ember elkezdte ezt a házat építeni. Majd kapott még pénzt a kuvaiti kormánytól, bocsánat, az iraki kormánytól, illetve kapott pénzt még Sheikh Mohammedtől, hogy még nagyobb épületet építs, hogy még több gyereket szedjen össze. Már ez egy híres árvaház lett. Itt van az embernek az autója egyébként, hogyha megnézitek, mondjuk úgy, hogy reklámautó. Nem keres vele pénzt, abszolút semmit. És ugye úgy volt, hogy 18 éves korában ezeket a gyerekeket, hát mondjuk úgy, hogy azt mondták, hogy a kormány, hogy utcára kell rakni. De nem rakták őket utcára, hanem ez az ember kitalálta azt, hogy szakmát ad a kezükbe. Szakmát és munkahelyet. Szóval kitanította őket ilyen fa művesnek, illetve szakácsnak, és az árvaház mellé épített. Megmutatod az ajtót is? Hát ezt a, azt ez... igen, de ezt a kormánytól kapta. Igen, ezt az iraki kormánytól kapták. De ez is a Prime Ministertől pontosabban, ugye az iraki miniszterelnöktől kapták ezt a bejárati ajtót, gyönyörű. Csodálatosan néz ki, illetve plusz pénzeket is kapott, úgyhogy az ember ide munkahelyeket teremtett. Méghozzá úgy, hogy ilyen asztalos műhelyeket, illetve, hogy látjátok, ilyen street food-szerű... Street food, streetet hozott létre. Igen, street food-szerű éttermeket. És de bárki bejöhet, fogyaszthat, ehet, ihat, szórakozhat. És hogy van, hogy nem termelnek profitot? Nem, nem. Hát van profit, de hát az gyakorlatilag a gyerekeknek a fizetése lesz. Hát önfenntartásra. Igen. Ez a ház, ebben laknak, ebben ide járnak aludni az árvák, és itt pedig dolgoznak. Úgyhogy... szerintem egy nagyon szép kezdeményezés, és minden politika mentesen, mert ugye mondtam, hogy én nem szeretnék a filmjénkbe politikát vinni, viszont azért Magyarországról hallunk ezt-azt, és elég megosztó sok minden, de most nem érdekel sem, egyik párt sem. Egyik kutya, másik ebb, szóval ne foglalkozunk vele, viszont ez a pedofil botrány, ez azért nálunk lecsapta a biztosítékot. Ugyanis ez, ami itt zajlik ebbe az áruházba, ezért szerintem 800 év börtönt kapna a tulajdonos. Nem, most tegyük fel a kérdést, hogy ez az ember, aki összeszedte a gyerekeket az utcáról, és gyakorlatilag gondoskodott róluk úgy, hogy ők árván maradtak, és se apjuk, se anyjuk. Tényleg pedofil? Komolyan? Most nézzétek meg itt ezt a graffiti rajzot. Ez az ember nem a saját gyerekét tartja a kezébe. Ezért Magyarországon, az Európa Unióban pedofilnak bélyegeznénk meg, igen. Minden esetre azt leszögezhetjük, hogy nyilván nekünk is vannak gyerekeink. Tehát, hogy mi is féltjük őket. Féltettük is, de ettől még nem mindenki pedofil, aki segít rajtunk. Ez be kell látni. Ez így van, de ezen felül inkább próbáljuk meg meglátni a dolgokba azt, ami érték és pozitívum, és én azt gondolom, hogy ha vannak ilyen kezdeményezések, mint amit ez az úr is csinál, azt értékelni és méltányolni kell, mert ő tényleg segítő szándékkal fordul a gyerekek felé,
nyilván mindenkinek meg lehet a gondolata ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy védjük meg a gyerekeinket. Az országunknak, a kormányunknak is ez a célja és érdeke, hogy védjük meg a jövőt. Én pedagógusként megtartom a véleményemet magamnak erről. De ez, amit most mi itt látunk, az egy nagyon-nagyon szuper kezdeményezés. For the ones who participate with the building of this this house. Mm-hmm. It was a donation. Sometimes with the money or sometimes with their hand. Igen, itt van azoknak a neve felsorolva nemzetekkel együtt, akik segítettek a ennek az épületnek a megépítésébe, akár kétkezi munkával, akár pénzzel. Az áruházban saját fogorvosi rendelőjük van. Hetente kétszer jön a fogorvos, és minden gyereknek megnézi a fogát, átvizsgálja, illetve hogyha kell értelemszerűen, akkor ezt hát javítja, megcsinálja. Itt láthatók azok az emberek, akik Irakban egyébként nagyon híres emberek, sportolók, például egy futballista, én nem ismerem, de lehet, hogy a focisták közül van, aki ismeri. Azok az emberek, akik mögé állnak ennek a kezdeményezésnek, akik segítik és akik támogatják ezt az áruházat és a tulajdonosát azáltal, hogy azért, hogy a gyerekek ne maradjanak árban. És ami megdöbbentő számomra, hogy a mai napig kerülnek elő árva gyerekek, és úgy értsétek az árva gyereket, nem az, akinek nincs anyukája, nincs apukája, se testvére, se nagyszülei, se hozzátartozója, se senkije. Tehát, hogy egyedül van a világban, és a mai napig találnak ilyen gyerekeket, akiket ide be tudnak hozni, és itt úgymond családra lelnek. Kicsit gondolkozzunk el azon, hogy inkább hogyan segítsünk rajtuk, mint akik segítenek, azokat hogyan támadjuk. Ők is támogatják ezt a gyermekotthont, és voltak is itt személyesen. Ez az iraki nemzeti futballválogatott, aki egyébként tavaly az egész GCC-ben és a környező arab országban ők voltak a bajnokok. Szóval rengeteg ember mögé áll ennek a kezdeményezésnek, és szerintem otthon is jó lenne egy ilyen, bár van, hát ugye a Böjte atya, igen, ő csinált ezt, aztán ő lett pedofil, meg gyerekverő, meg minden mondtak rá. Szóval fantasztikus. Tehát ami itt van, és ez itt természetes. Az épületen belül ugye nem csak a szállása van a gyerekeknek, hanem itt van az iskola is. És itt tanulnak, mindenkinek laptopon az asztalán, illetve már digitális tábla, nem krétával firkálnak. Fantasztikus modernitása van az egész helynek, hát persze rengeteg pénzt kapott, és rá is költötte arra, amire kellett. Úgyhogy itt van egyébként a tulajdonos, kísér minket végig folyamatosan, és nagyon hálásak vagyunk neki, mert minden megmutat, és valami ötletei vannak, még a jövőre nézve is, amiket így elmondott nekünk. Illetve, hogyha tovább megyünk, és van másik oktatóhelység, itt tanulják meg a reál tantárgyakat, viszont az életre is nevelik őket, mert külön helységek vannak arra, hogy fodrászokat képeznek, asztalosokat képeznek, mi van, varroda? Igen, varronőket képeznek, a saját ruháikat itt varják meg, illetve egymásnak készítenek ruhákat, meg hát ugye az életre nevelik őket, 14 és 18 között oda kerülnek át az iskola padból. Úgyhogy ez az ember nem csak életet ad a gyerekeknek, hanem munkát és szakmát is a kezükbe. Mindenhol digitális tábla van, és ez itt például a zeneterem, ahol az arra fogékony gyerekeket zenére tanítják. Van gitár, van hegedű, van fuhola, van szintetizátor, zongora. Trombiták. A szerbeknek az nagyon fontos, dob. Tehát rengeteg minden olyanra megtanítják a gyerekeket, ami hát zeneileg illik ahhoz a gyermekhez. كانوا يشتغلون بهالطريقة بعد الجو يعني أكل فتشرع كلش مفصل وشلون تغيروا بدون الجو هاي كل الزين.
بعد اكو اسوء من يومها. اي طبعا بدا يعني ينزل هاي الرقاصات اللي موجوده بداخله يعكسها على الأرض. Ez itt az árvaházak a története, hogy jönnek az amerikai tankok, szétlövik Irakot, emberek halnak meg, aztán rátalálnak az árvákra, akik vagy újságpapírral takaróznak, vagy elbújnak a lépcső alá, és aztán jön ugye az, akik segítenek neki, a katonák, az orvosok, az egyetemisták, és így fejlődik ki ennek a képnek a mondani valója. Hát így jutunk el ehhez az árvaházig.